Hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkit itt az Ausztrália Magyarul című csatornán. Én nem más vagyok, mint Tamás. Miért vesz a szőkenő zálatos vibrátort? Hát azért, hogy jó meg... Hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ez volt a legelső videó, amit megosztottam itt a csatornán. Több mint 3 évvel ezelőtt, most több mint 3 éve. Azóta a csatorna nagyon sokat változott, úgy ahogy én is. A nézőim ugye megnőttek, emlékszek annak idején, hogy senki nem nézte. Mikor elértem ugye a 30 nézettséget egy videón, egy hét után, rettentően ugye örültem neki. Azóta a csatorna ugye megnőtt, másképp beszélek, nem tudom, hogy észrevettétek-e vagy, de nem, másképp beszélek, bár nem vagyok olyan vicces, mint régen. Bár lehet, hogy most viccesen vagyok. Na mindegy, sokat változott a csatorna, maradjunk annyiba. És ez a videó egy kicsit ugye más lesz, hogy látjátok, más lesz ugye a megszokottól. Ugyanis beszeretnék valamit jelenteni, nem más, mint változást. Változást itt a csatornám. Ugyanis abba szeretném hagyni a mindennapos vlogolást. De még mielőtt ugye mindenki megjött, hogy többet nem lesznek videók, nem lesznek vlogok. Lesznek videók, lesznek vlogok, de nem mindennaposak. A mindennaposat nem úgy értem, hogy minden nap ugye feltöltök, mert eddig se töltöttem fel minden nap vlogokat, hanem ugye minden másnap, vagy minden harmadnap. De ezt meg szeretném egy időre, hogy mennyi időre nem tudom, de meg szeretném állítani. Nem azt, hogy befejezni, mert a videózást nem szeretném befejezni, a vlogot sem szeretném befejezni, ugyanis ilyen rettentően szeretek ugye videózni, vlogolni. De nem ilyen formában, mint ahogy most történik ugye itt a csatornám. Meg is mondom, hogy miért, és majd és utána megmondom, hogy milyen változás lesz, és hogy lesz az egész itt a csatornám. Tehát, nézegettem, hogy hányan nézik a videómat. A YouTube-on ugye van egy ilyen menüpont, hogyha van egy csatornád, meg tudod nézni, hogy honnét nézik a videókat, hány évesek, melyiket nézik, miért nézik, ugye stb. És ahogy nézegettem, az utóbbi időben a nézettségnek a száma visszaesett. És mivel visszaesett, én úgy gondolom, hogy lehet, hogy nem olyan érdekesek már ezek a videók, mint ugye annak idején. Ugyanis körülbelül egy picit több mint egy évvel ezelőtt, ugye, amikor a csatorna elkezdett hirtelen megnőni 1000-2000 feliratkozóról egészen, ugye mostanáig ilyen majdnem 75 000 ugye a feliratkozók száma itt a csatornán. Abban az időben ugye elkezdtem vlogolni rendesen, hogy mi történik, mi nem történik ugye a mindennapos életben. És ezek szerintem kezdenek unalmasak lenni, hogy hazajövök. Nem tudom, hogy észrevettétek-e vagy nem, de majdnem minden videót úgy kezdtek, hogy hazaérkeztem, épp hogy csak megzonyoztam, megebédeltem, és kezdem ugye a napot, vagy a délutánt. El kell menni a boltba, el kell menni a postára, ugye egy mindennapos élet. És szerintem ez sok embernek számára ugye nem olyan érdekes ugye, mint az elején. Tehát, hogy egy videót megnézel ebből, vagy egy párat, egy hétig, egy hónapig, utána majdnem ugyanúgy kezdődik ugye az egész előről. Legalább én szerintem én így látom ugye ezeket a videókat, ezért gondoltam, hogy változtatni szeretnék rajta. Amit még olvasom, ugye szoktam olvasni a neten. Múltkor rákerestem ugye magamra, ugyanis kaptam egy e-mailt, nem mástól, mutatom, felveszem a kamerát. Ez egy ausztrália rajongó oldal Facebookon, ugye nagyon sok ilyen oldal van, ugyanis rászoktam néha keresni, és sokat találok. Ez az oldal, mutatom nektek, hogyha valakit ugye érdekel. Ugye felmész a Facebookra, amit ugye fókuszál a kamera. Ausztrália Magyarul Fan Club. És mutatom, hogy mi van ezen az oldalon. Például ez az új videó, amit most osztottam meg, ahogy látjátok. Aztán van itt sok érdekes dolog rólam, a Instagram, tehát még tudjátok nézni. És ezt a csatornát egész fontosan nem tudom, hogy ki csinálta jó pár hónappal ezelőtt, de most átvették, tehát másnak is van hozzáférése, ugyanis aki készítette, olvastam a kommentet, onnét tudom, tehát ez fent van ott, ő azt mondta, hogy nézze a csatornámat, egy kicsit beleunt, és mostanában ugye nem nézi. És végül innét is jött az ötlet, nem ebből jött az ötlet, tehát nem hibáztatok ugye senkit, nem ebből jött az ötlet, de gondoltam, hogy más is ezért ödejön a csatornára, megnézi, leiratkozik, elmegy, néha visszajön, de érdekes videókat szeretnék készíteni, ezért gondoltam arra, hogy inkább kevesebbet, de érdekesebb videókat fog készíteni a jövőben.
Tehát, amire gondoltam, ezentúl is megvaradnak a vlogok. Szombatonként, minden szombaton lesz egy vlog, ugye minden héten. Ebben a vlogban olyan videókat szerették megosztani, ahol amikor például elmegyünk az esőerdőbe, elmegyünk kirándulni, elmegyünk le a tengerpartra, hajózunk, akármit, ugye érdekes dolgot csinálunk. Tehát nem az lesz a vlogban, hogy hazajöttem, megyek a boltba vagy a postára, hazajövök és vége, ugye, mert fáradt vagyok és nem tudok mit filmezni. Tehát ezek a vlogok megmaradnak. Ezen kívül vasárnaponként lesznek ilyen videók, amit a héten ugye elkezdtem. Összehasonlítok ausztrál dolgokat magyar dolgokkal, beszélek érdekes dolgokról, tehát így leülök a kamera elé, ahogy látták ugye a héten, és összehasonlítottam a Suzuki-t az itteni Suzuki-val. Beszéltem 10 érdekes dologról, ami belement az ember testébe, ilyen élő dologról, és ahogy láttam, ugye ezek a videók tetszenek, nem mindegyik, de sok embernek tetszett, ezért gondoltam, hogy ezt folytatom tovább, össze fogom hasonlítani például a tévéműsort, az itteni tévéműsort a magyar tévéműsorra, a híreket ugye megtettem, de van más ilyen technikai oldal, tehát hogy elmegyek vásárolni egy hüttőt, egy tévét, nálunk mennyibe kerül, hogy tudod megvásárolni, Magyarországon mennyibe kerül. Tehát ti látjátok, hogy itt hogy működnek a dolgok. Én látom, hogyha felnek ugye a magyar oldalra, amit ti ajánlatok nekem, hogy nálatok hogy mennek a dolgok, ugyanis mióta itt vagyunk most már 17 éve körülbelül lassan, azóta nagyon sok minden változott Magyarországon, és nem mindent ismerek. Ezért gondoltam, hogy ezt folytatom tovább. Tehát heti 2 videót szeretnék készíteni, ez szombaton és szerdán. Szombaton és szerdán fogom ezeket a videókat megosztani, szombaton a vlogos videót, szerdán pedig ezt az összehasonlítós videót, vagy pedig érdekes dolgokról ugye beszélek, éppen attól függ ugye, hogy mi a téma, mit szeretnétek látni. Egyelőre, hogy meddig, ezt nem tudom, egy jó pár hétig szerintem, aztán meglátjuk ugye, hogy tetszeni, kinek hogy tetszik, kinek hogy nem tetszik, lehet, hogy a jövőben egy pár hónap múlva, vagy egy pár hét múlva visszatérek a rendes mindennapos vlogokhoz, de ha vissza is térek a mindennapos, tehát a mindennapos életi vloghoz, egy kicsit másképp szeretném csinálni, tehát nem úgy, mint eddig, hogy felveszem a kamerát gyorsan, amikor hazaértem a munkába és elkezdtek videózni, ugyanis, ahogy mondtam, sokat mondom, hogy ugyanis, lehet, hogy egy kicsit unalmas, és nem szeretek unalmas videókat készíteni. Szeretek videózni, nagyon szeretek videózni, mindenféle fajta videót készíteni, de nem unalmasokat. Az az egy videó, amit nem szeretek készíteni, és ezért gondoltam, hogy változtatok a csatornán. Ezen kívül még egy videó lesz itt a csatornán. Ez a videó pedig nem másról fog szólni, mint rólunk! Nem egészen rólunk, de mégsem rólunk, ugyanis arra gondoltam, hogy a kamerát, ezt a vlogos kamerát nem másnak fogom odaadni egy napra, egy héten, mint a Lukasnak, gyere ide! Arra gondoltam, ugye azt már láttátok az én szemszögömből, hogy én hogyan készítek vlogokat, és arra gondoltam, vagy gondoltunk itt a Lukasszel, hogy a Lukasz héten egy nap, valószínűleg vasárnap, ja, fog megosztani ezen a csatornán egy vlogos videót, ahogy ő vlogol. Olyan, mint a másik, mit csináltunk. Hasonló, de mégse. Ez egy vlogos ugye, videó lesz, itt fogja megosztani a csatornán. Hasonló, amit én csináltam eddig, de a Lukasz szemével. Erre azért gondoltam, ugyanis sokan szeretnétek látni, hogy működik az iskola. De én nem tudom bevenni ezt az iskolát. Nem az iskolában, majd elmondom, hogy hogyan, de a házi feladatról például. Nagyon sokan kérdétek, hogy hogy néz ki a Lukasznak a szobája, milyen játékai vannak ugye a fiatalabb nézőim, és ezért gondoltam, hogy a Lukasz ezt meg tudja osztani, fel tudja, ugye tud vlogolni. Ezeket a videókat én fogok szerkeszteni, én fogom átnézni, tehát semmilyen butaság nem fog belekerülni. Ugye? 10 perc lesz. Rövidebb, tehát nem ilyen hosszabb, de egy kicsit más szemszögből nézitek a dolgot, például, hogyha elmegyünk mondjuk vásárolni, vagy akárhova, nem én fogok vlogolni, én is bent leszek, biztos, hogy bent leszek, ugyanúgy a Lukasz benn van az én vlogjaimban. Na, de ez a vlog az övé lesz. Hogy milyen hosszú ideig, lehet, hogy egy hétig, lehet, hogy kettő, lehet, hogy egy hónap, de lehet, hogy egy év. Nem tudjuk. Egy év. Lehet, hogy kettő. Attól függ, hogy a Lukasznak hogy fog ugye ez sikerülni, meg persze, hogy ti hogy fog nektek tetszeni. Hogyha szeretitek, akkor folytatja, hogyha nem, akkor maradnak a heti 2 videók ugye egyelőre. És végülis ezt gondoltam ki, hogy kicsit érdekesebbé tegyük ezt a csatornát, és nem mindig ugye ezek az unalmas videók legyenek. Tehát még egyszer, ahogy mondtam, szombatonként az én vlogaim lesznek érdekes dolgokkal, legalábbis nagyon remélem. Vasárnaponként a Lukaszé lesz, a Lukasz vlogja. Szerdánként pedig az én videóm. Nem vlog, hanem mutatok érdekes dolgokat, beszélek érdekes dologról. Úgyhogy,
Mára ennyit. Én azt hiszem, hogy nézzünk vissza egy pár ilyen régebbi videót, hogy hogyan, hova mész? Hogy hogyan kezdtük ugye ezt a csatornát, mennyit változott a stílusom, a beszédem. Ez én csatornám. A te csatornád is, de a te csatornád azért később alakult ki. Úgyhogy mára, hát dehogy nem. Az angol csatorna. Az angol, de az utána jött még csak. Nem. Na mindegy, úgyhogy mára ennyit. Ha gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, hogy mit gondoltok ugye erről a nagy változásról. Remélem, hogy tetszett mindenkinek. Hogyha nem, akkor várjátok meg ugye, hogy mi lesz a vége. Hogyha tetszik mindenkinek, akkor így folytatjuk tovább. Hogyha nem, akkor pár hét múlva, vagy pár hónap múlva visszatérünk ezekhez a mindennapos életi vlogokhoz, és majd meglátjuk, hogy folytatja. Úgyhogy mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnénk kívánni, attól függ, hogy mikor néztük, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Hello, sziasztok! Szevasz! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Szerda délutánban ég most jöttünk meg a reptér, ugyanis hazaért a fiam és a szüleim. Hello! Hello! Én tudom, mindenki kérdés. Én tudom, hogy mindenki kommentel, ír, mondta, hol van a Lucas, hol van a Lucas, én hallottam. És milyen volt Magyarország? Ha, jó volt! Hello, szia, szevasz! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Egyformán vagyunk költözve. Szerinted miért nem indul? Na biztos nagyon nyomtad neki. Te hogy nyomtam neki? Nyomom! Nyomjad! Nyomom! Akkor megégetted a gumit? Te hogy is? Nem is szoktam hülyén vezetni. Van még inni? Los Angelesben az öcsémmel, három éjszakát majd Las Vegasban, megmutatjuk nektek a helyi érdekességeket és a látnivalókat, össze fogjuk hasonlítani az itteni dolgokat az ausztrálokkal. Hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkit innét a Universal Studio-ból.